világ madártávlatból. Olaszország. Molfettától Portofinnóig. Mai utazásunkat Molfetta ősi városánál kezdjük, amelynek története a 10. századig nyúlik vissza. Alberobello városában több száz trulliként ismert kupolás épületet tekinthetünk meg, amelyek hűen tükrözik az olasz népi építészetet. Az olasz csizma orra felé haladva az 1997-ben alapított gyönyörű Szila Nemzeti Parkot fogjuk meglátogatni. Északnak tartva az Amalfi partra néző Salerno városát tekintjük meg, amelyet Itália 1871-es egyesítése előtt több ország is meghódított. Tovább haladva észak felé elérkezünk Pisa városába és annak lenyűgöző építészeti komplexumához, a Dóm térhez, ahol a híres Ferde torony is található. Utunk végső állomása Portofino kis kikötője lesz, amelyet az olasz Riviera egyik legszebb gyöngyszemének tartanak. Molfetta partjánál a Calderina őrtorony, amelyet a 16. században építettek a kalózok, a szaracénok, a törökök és a spanyolok támadásai ellen. Ez a torony a korabeli őrtornyok egyik legjobb példája. Az őrtornyokat annak idején úgy építették fel, hogy látótávolságra legyenek egymástól, és a tengerparttól beljebb felépített városoktól is. Az ellenség közeledését a torony tetején meggyújtott mágiával jelezték. A 17. században a tornyokat már harangokkal is ellátták, amelyeket kalapáccsal, azaz martellóval lehetett megkongatni. Így kapták az ilyen tornyok a Martello torony nevet. Molfetta városának és kikötőinek története egészen az újkőkorszakig vezethető vissza. A legkorábbi dokumentum, amelyben a várost említik, a 10. századból származik. A 11. században a normannok megérkezésével a kikötő fontos behajózási pont lett a Szentföldre tartó zarándokok és a keresztes háborúkba igyekvő lovagok számára. A kikötő virágkora akkor ért véget, amikor az ibériai félszigetről érkező aragóniaiak 1529-ben kifosztották a várost. Sokáig tartott, amíg a helyiek talpra álltak, de szerencsére a halászflotta nagyban hozzájárult a gazdag újjáépítéshez. Molfettát ma sok turista keresi fel, akiket főként a gazdag építészeti kultúra, a tengerpart és a tenger gyümölcsei érdekelnek. Az olasz csizma sarkától befelé haladva találjuk Alberobello városát, amelyről már messzebbről sugárzik, hogy nagy múlttal büszkélkedhet. A város 1996-ban még az UNESCO világörökségi listájára is felkerült, köszönhetően a Trulli névre keresztelt különleges kupolás épületeknek. Ezek a házak képviselik az itáliai népi építészet egyik legjellegzetesebb példáját. A furcsa külcsínnek az a magyarázata, hogy az emberek így akarták elkerülni az adófizetést. Egy helyi földesúr a 17. században ide költöztette jobbágyait, hogy kivágják a fákat és műveljék a földet. Hogy megkerülhessék az akkor érvényes törvényeket és adókat, fontos volt, hogy Alberobellóban senkinek se legyen állandó lakhelye. Az emberek ezért trullikban laktak, amelyek ideiglenes mezőgazdasági épületeknek számítottak, és szükség esetén könnyen le lehetett bontani őket. Végül a város hivatalos státuszt kapott, így a trullik állandó lakhelyekké váltak. Alberobello a trullik fővárosa. Itt minden egyes ház eltérő formájú és méretű. Egyeseket még egymáshoz is építettek, másokat pedig kétszintesnek álmodtak meg. Szinte mindegyik trullinak szürke, kúpos teteje van, amely kiváló hőmérsékletet biztosít. A trullikban nyáron hűvös van, télen pedig meleg. A környéken még manapság is építenek raktárként működő trullikat, amelyek büszkén állnak a nagymúltú rokonaik mellett.
Olaszország ezen részének egyik legfontosabb városa Lecce, amelynek a története sok más városhoz hasonlóan a római birodalom előtti időkre nyúlik vissza. Lecce azonban a 17. században élte igazi fénykorát, amit a csodás barokk épületek is bizonyítanak. Nem véletlenül hívják a várost a Dél Firenzéjének. Pókhálószerűen szerte ágazó utcái olyan tereket és piaczákat kötnek össze, ahol a látogatók elmerülhetnek a különféle stílusú épületek csodáiban. Lecce legtöbb épülete egy különleges mészkőből, az úgynevezett lecsei kőből épült, amely a város egyik legfőbb exportcikke. Keresett építőanyagról van szó, amely puha és könnyen megmunkálható. Nem csoda, hogy a szobrászok is szívesen dolgoznak vele. Róma bukása után a város először a normannok, majd a szicíliaiak és végül a spanyolok kezére került. Az utóbbiak egy lenyűgöző várat is építettek a 16. században, hogy megvédjék Lecsét az oszmán birodalomtól. Sok városhoz hasonlóan itt is igaz, hogy a múlt a föld alá került, hiszen az új épületek többnyire a régiekre épültek rá. Igaz, hogy a városközpontban áll egy második századi Hadrianus császár uralkodása alatt épült amfiteátrum, de csak a fele maradt meg az utókor számára. Az amfiteátrum fogadni, de még 1000 ember tudott befogadni. Mostani félbevágott állapotában is gyakran tartanak benne rendezvényeket és fellépéseket. Mivel Olaszországnak ezen a részén nincs repülőtér, ezért egy helyi gazdálkodónál tudtunk megtankolni, aki szerencsére fel van készülve az áthaladó helikopterekre. A tankolás után folytatjuk utunkat a part mentén, hogy felfedezhessük a vidék ókori görög és római emléke. Századokkal a rómaiak gyarmatosítása előtt a görögök uralták Itália ezen részét, akiknek a kultúráját később átvették a rómaiak. Metaponto városa közelében találjuk az ókori görög múlt egyik legékesebb maradványát, egy Krisztus előtt 6. századi Héra templom romjait. A templomnak eredetileg 32 dór stílusú mészkő oszlopa volt, mára azonban csak 15 maradt fenn belőlük. A Metaponto legszebb látványosságaként ismert oszlopegyüttest lovagi asztaloknak is nevezik, mert állítólag így gyűltek össze a lovagok a 11. és 12. században, mielőtt elindultak volna a keresztes hadjáratokra. A templomot eleinte Athénhoz, a bölcsesség istennőjéhez kötötték, de amikor egy 1926-os régészeti ásatáson megtalálták egy Hérának szentelt rituális váza töredékét, egyértelművé vált, hogy a templom Hérához, a házasság és a család istennőjéhez tartozik. A templom 1961-ben gondaguráláson esett át. A közelben található az ókori görög város Metapontum, amelyet a Krisztus előtt 7. század környékén alapíthattak, és amely fontos város volt az úgynevezett Magna Graecia-ban, azaz a Nagy Görögországban. Pitagórász, a nagy görög filozófus és matematikus ebben a városban halt meg Krisztus előtt 500 körül. Azonban a 3. században veszélybe került a város virágzása, amely a legtöbb görög kolóniához hasonlóan nyugtalanul figyelte Róma terjeszkedését. Így, amikor Hannibál betört Itáliába, a város lakói engedve a csábításnak megmentőjükként üdvözölték a karthágói hadvezért. Metapontum örömmel fogadta Hannibál seregét, akinek ez a város lett a támaszpontja a rómaiak és karthágóiak közti második punháborúban. Miután a rómaiak óriási győzelmet arattak a Metaurus folyónál, a karthágóiaknak vissza kellett vonulniuk Metapontumból. Természetesen a helyiek is velük tartottak, hogy megmeneküljenek Róma bosszújától. Ezután szinte teljesen feledésbe merült, amíg századokkal később fel nem tárták az utókornak. A megmentett műemlékek között találunk egy színházat, Apollon templomának hatalmas oszlopait, az agórát, azaz a piacteret, egy római erődöt és más templomokat is. A város mára régészeti park lett, amelyet a nagy közönség is látogathat. Miközben a nap nyugovóra tér,
A Tarantói öböl felett átrepülve megérkezünk a Kalábria régióban lévő Rossano városához, ahol az óváros egy kis fennsíkról tekint le a tengerre és az új városra. Rossano egy kis ókori város, amelyet az évszázadok során több ország és dinasztia is uralt. A rómaiak, a gótok, a bizánciak, a normannok, a német Hohenstaufok, a nápolyi és spanyol királyok, és két nemes itáliai család is. A város a 19. század közepén vált az új, egyesített olasz köztársaság részévé. Változó és gondterhes történelme során Rossano még két pápát is adott a világnak. Ahogy esteledik, nyugatnak fordulunk, hogy az olasz csizma orrán átrepülve elérjük a partot és az Eufémia repülőteret. Útközben átrepülünk az 1997-ben alapított Szila Nemzeti Park fölött. A park 75 ezer hektáros területe magába foglalja a Csecsita-tó vagy víztározó egy részét, amelyet 1951-ben hoztak létre, hogy elláthassák vízzel a helyi gazdálkodókat. Ahogy ereszkedni kezdünk a part felé, a hegyekkel szemben felgyülemlett alacsony felhők lélegzetelállító látvánnyal ajándékoznak meg minket a naplementében. Szerencsére a felhők itt-ott már felszakadoztak, így láthatóvá válik az alattunk elterülő táj. Mi pedig megkezdhetjük a landolást a La Mezzia Terme nemzetközi repülőtér felé. Mivel Kalábria régióban egyre nagyobb méreteket ölt a légiforgalom, ezért építettek egy új repteret közel a tengerparti autópályához. Az 1976-ban megnyitott La Mezzia Terme repülőtér körülbelül 2,5 millió utast fogad Európából, akiknek zöme nyaralni érkezik. Kalábria és Campania régiókban a partok tele vannak a Tirrén-tengerre néző kisvárosokkal és falvakkal. Az egykori halászfalvak most a turisták élelmezéséről gondoskodnak. Ez itt Campora San Giovanni és Coreca. A tenger felé hajló hegyoldal mögött pedig további települések sorakoznak. A part mentén hegytetőre épült falvakat is láthatunk, amelyek csodálatos tengeri kilátással büszkélkedhetnek a sziklás magaslatokról. Néhány faluból még a Palinuro fokot is látni, amelynek mészkősziklái és öblei lenyűgöző barlangokat rejtenek. A part mentén észak felé haladva elérjük Salerno városát, amelyet a gyönyörű Amalfi part magas hegyei vesznek körül. A római birodalom bukása után Salernót sok más itáliai városhoz hasonlóan több ország és nagyhatalmú család is uralta, amíg 1871-ben sor nem került Itália egyesítésére. A 20. században itt hajtották végre a lavina hadműveletet, amelynek során a szövetségesek 1943-ban partra szálltak Olaszországban. A város pár hónapig még ideiglenes székhelyként is szolgált az olasz királyság kormánya számára. Salerno ma egy modern és virágzó város, ahová több ezer szórakozni és kulturálódni vágyó turista érkezik. Érdekes történelmi tény, hogy a 9. században Salerno volt az első nyugat-európai város, ahol orvosi egyetemet alapítottak. Kilométer hosszú tengerpart az egykori ókori civilizáció által hátrahagyott lelőhelyek után az Etruszk part nevet kapta. Félúton fekszik Livorno nagy tengeri kikötője. Ez Olaszország harmadik legnagyobb kikötője, ahová az óriási tengerjáróhajók több ezer olyan utast hoznak, akik főként Firenzébe és Szienába készülnek. Livorno akkor indult virágzásnak, amikor 1571-ben Toszkána nagyhercege Cosimo meghagyta, hogy igazi reneszánsz várost építsenek.
Livorno a 17. században szabad kikötő státuszt kapott, ami biztosította, hogy az elkövetkező évszázadok alatt virágzó nemzetközi kereskedelmi központtá válhasson. A nagy kikötő szerencséje azonban katasztrofálisra fordult a II. Világháború idején, amikor a szövetségesek folyamatos bombázásnak vetették alá a várost. Így akarták elvágni a németek utánpótlási vonalait, aminek következtében a katedrális és sok más csodás épület a földdel vált egyenlővé. 10 kilométerrel feljebb találjuk Marina di Pisa kis tengerparti települését. A város a 19. században indult fejlődésnek, miután a tengerparti nyaralás egyre népszerűbbé vált az emberek körében. A további bővítésekre az 1930-as években került sor. A város az Arno déli partján terül el. A Tevere mellett ez Közép-Olaszország másik legfontosabb folyója. 241 kilométer hosszan folyik, és Firenze mellett a következő úti célunkat, Pisát is eléri. A folyó torkolatánál egy trabukkót, azaz egy hagyományos halászhálót láthatunk. Az eredete nem teljesen ismert, de annyi biztos, hogy valamelyik földközi-tengeri kultúra hagyta ránk évszázadokkal ezelőtt. A hálót körülbelül 15 méter mélyen belemerítik a folyóba, amikor a halak elkezdenek felúszni a parton. Ezután a hálóval együtt a halakat is kikapják a vízből. Az Arno partján találjuk Pisa városát, amely a 11. századra már egyike volt Itália 4 nagy történelmi köztársaságának. Mivel a város abban az időben jelentős földközi tengeri flottával rendelkezett, ezért fontos kereskedelmi központ is volt. A gazdasági sikerek eredményeként a város óriási vagyonra tett szert, amelyből felépítették a világ egyik legszebb építészeti komplexumát, a Pisai Dóm teret, más néven a Csodák terét. A legtöbben a híres Ferde torony miatt ismerik a teret, pedig a többi épület is ugyanolyan fontos. A tér a katolikus egyházhoz tartozik, ezért szent helynek számít. 4 nagy vallási építményt találhatunk itt. A katedrálist, a campanilét, azaz a harangtornyot, a keresztelőkápolnát és a camposantót. A camposanto, amely megszentelt földet jelent, egy hosszúkás, fallal körülvett gótikus temető. Állítólag egy hajórakományra való szentföld köré épült, amelyet a 12. században a pisai érsek hozatott ide a szentföldi keresztet. 1 millió látok. Évente több mint 1 millió látogató érkezik a világ minden tájáról, hogy felkeressék és megcsodálják ezeket a lenyűgöző épületeket. A keresztelőkápolna, amelyet keresztelő Szent Jánosnak szenteltek, a katedrális nyugati oldalával szemben található. A kerek, román stílusú építményt a 12. század közepén kezdték el építeni. Ez Olaszország legnagyobb keresztelőkápolnája, maga az épület pedig majdnem olyan magas, mint a Ferde torony. Az építkezést csak a 14. században fejezték be, amikor a gótikus stílusú felső szint és kupola is elkészült. A legnagyobb épület a Szűz Máriának szentelt katedrális, amelyet 1063-ban kezdtek el építeni. Maga az épület lett a pisai román építészeti stílus legismertebb példája. Ugyanabban az évben Velencében is elkezdték a Szent Márk székesegyház megépítését, ami bizonyítja, hogy milyen erős rivalizálás folyt a két nagy tengeri köztársaság között a legszebb és legpompásabb templomok megépítéséért. A ma pisai Ferde toronyként ismert harangtorony megépítését 1173-ban kezdték el. Az építkezés 3 szakaszt ölelt fel, és közel 2 évszázadon át tartott. 5 évvel az építkezés megkezdése után, amikor a torony elérte a 3. szintjét, a gyenge altalaj és a rossz alapozás miatt az épület déli oldala süllyedni kezdett. Az építkezés 1 évszázadon át szünetelt, így az altalajnak volt ideje megkeményedni, az épület pedig megmenekült az összeomlástól. Amikor sor került az építkezés folytatására, a felsőbb szinteket úgy tervezték meg, hogy az egyik oldaluk magasabb legyen, így a torony kissé elkezdett visszakanyarodni. Az építkezés végeztével a torony körülbelül 1 fokot, azaz 80 cm dőlt oldalra.
1990-ben a dőlésszöge már elérte az 5,5 fokot, ezért, hogy megakadályozzák a torony lehetséges összeomlását, stabilizálták az épületet. A dőlésszöge így 1,5 fokot csökkent. Amikor a látogatók felmennek a toronyba, az a különös érzésük támad, mintha a szinteken egyszerre haladnának le és felfelé. A Dóm tér 1987-ben került fel az UNESCO világörökségi listájára. Olaszország évszázadok óta híres hajóépítési hagyományairól. Viareggióban például van egy hajógyár, amely már majdnem 200 éve van ugyanannak a családnak a tulajdonában. Giovanni Battista Codecasa és családja 1825-ben kezdtek el halászhajókat, vitorláshajókat, ágyúnaszádokat és uszályokat építeni. Az 1970-es évektől már luxusjachtokat is építenek, így ma már mindenütt ismerik az acélból és könnyű ötvözetekből készült hajóikat, amelyek akár 70 méter hosszúak is lehetnek. Ma már minden hajót a vevők igényeire szabnak, a költségek pedig sok millió dollárra is rúghatnak. Nemrég egy 30 éves, 34 méteres jachtot 19 millió dollárért adtak el. Csak a leggazdagabbak engedhetnek meg maguknak egy ilyen kaliberű hajót, ugyanis emellett még a működtetési költségekkel és a legénység fizetésével is számolni kell. Ez akár évi 1 millió dollárt is jelenthet. Ahogy az olasz rivierán tovább haladva elhagyjuk a hosszú aranyló partokat és üdülőket, megpillantjuk a tengertől pár kilométerre lévő hegyeket. Ezekben a hegyekben bányásszák az egyik legkeresettebb metamorf kőzetet, amelyet márványként ismerünk. A karrarai márványkőfejtők a közeli Carrara városáról kapták nevüket. Ezt a hibátlan mészkövet elsőként az ókori rómaiak használták, hogy olyan maradandó emlékműveket építsenek, mint például a római Pantheon. Az elkövetkező évezred alatt a márványt olyan intenzíven bányázták a több mint 650 kőfejtőből, hogy a vidék több követ termelt ki, mint bármely más hely a világon, a márványt pedig mind a mai napig exportálják. A legbecsesebb karrarai márványfajta a statuárióként ismert tiszta fehér márvány volt, amelyet a reneszánszkori művészek és építészek is nagyon kedveltek. Michelangelo is ezt használta a Dávid szoborhoz, de a 20. század elejére teljesen kimerültek a tartalékok. A partra visszatérve egy kis öböl fölött átrepülve találjuk mai útunk utolsó állomását, és egyben az olasz riviéra egyik legszebb gyöngyszemét, Portofinót. Ez az égkőnek is beillő ókori halászfalu, régi kedvence a szórakoztatás, a kultúra és az üzleti élet prominens képviselőinek. A hely népszerűségét az itt horgonyzó tengerjáróhajók is jelzik. Az utasok kedvükre gyönyörködhetnek az élénk színű házakban és a sziklás hegyoldalba épített villákban. Az egész hely olyan, mint egy káprázatos filmes díszlet. Nem csoda, hogy az orlandói Universal Film Studio teljes egészében lemásolta az egész kikötőt. Sok más olasz városhoz hasonlóan Portofino története is a római időkig nyúlik vissza. Az ókori római író Plinius a delfinek kikötőjének nevezte a helyet. Később ebből az elnevezésből alakult ki Portofino mai neve. A turisták csak a 19. század vége felé kezdték el felfedezni Portofinót, amelyet akkor lovon vagy lovaskocsival kellett megközelíteniük. A látogatók annyira megszerették a helyet, hogy elkezdtek drága nyaralókat építeni. Így az 1950-es évekre a halászat helyett a turizmus vált a város főiparágává, a partmenti házak pedig szép lassan vendéglőkké avanzsáltak. A látogatók között olyan neves személyek is voltak, mint Winston Churchill, Rex Harrison, Clark Gable, Humphrey Bogart, Lauren Bacall, Groucho Marx és Ava Gardner. Mindannyian a Hotel Splendidóban szálltak meg, amely eredetileg bencés kolostor volt, majd a 19. században magánház, 1902-től pedig már luxus hotelként üzemelt. 1935 óta egyetlen új házat sem építettek itt,
Így Portofino megőrizhette festői báját. Mindenképpen stílszerű, ha ezzel a csodás látvánnyal teszünk pontot. Mai utazásunk végére. Narrátor Láng Balázs, magyar szöveg Tóth Gábor. Szerkesztő Nevelős Zoltán, hangmérnök Csuka István Marcell, gyártásvezető Masol Ildikó, szinkronrendező Vági Tibor. A magyar változatot az MTVA megbízásából a Masterfilm Digital készítette. Produkciós vezető Pitka Irén.